Májusig el kell költeni a szép kártyákról a 2012-es pénzt, különben elvész a pénz. Mostanáig úgy tűnt, hogy akár 4 milliárd forint is beragadhat, de valószínűleg sokan a húsvéti ünnepekre tartogatták az utazást. Budapestre főleg külföldiek érkeztek a hosszú hétvégére, a magyarok inkább a vidéki wellness szállókat szeretik. Török Réka riportja. A húsvéti ünnepek alatt nincs szükség ilyen promóra. A szállodák mind megteltek. Ha ma jut eszébe valakinek, hogy mégis elmenne pihenni kicsit, nem sok esélye van. Már elég kicsi az esélye arra, hogy szálláshelyet találjon az ember. Bár én ezt azért nem tartom kizártnak. Az biztos, hogy talán a népszerűbb szálláshelyek tekintetében már teljes teltházról beszélgetünk. A hosszú hétvégékre általában már korábban foglalnak a kikapcsolódni vágyok. A wellness és gyógyszállodákat részesítik előnyben, vagy olyan panziókat, ahol szintén elérhető valamilyen fürdőszolgáltatás. Persze nem mindegy, hogy milyen áron pihenhet az ember. Ilyenkor ugyanis közel 20%-kal magasabbak az árak. Az árakat folyamatosan emeljük a kereslet függvényébe, tehát van, hogy valaki még korán tudott foglalni egy éve mondjuk viszonylag olcsón, de nyilván egy héttel ezelőtt már elég drága volt. Egyre többen használnak szép kártyát, de még így is bent van a 2012-es költségvetésből 4 milliárd forint. Ezt ha májusig nem használja valaki el, akkor elveszik a támogatás. A belföldi turizmus az két számjegyű bővülést tudhat magáénak. Ez mindenképpen egy nagyon pozitív tendencia, amely már elmúlt év júniusa óta tart. Úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy szerepet játszik a szép kártya. Ez egy olyan eszköz, amellyel most már egyre több honfitársunk él. Két évvel ezelőtt 235 ezer munkavállaló igényelt szép kártya juttatást. Idén január-februárban ez a szám már majdnem megduplázódott. Közel 400 ezer dolgozó kérte. Ma minden negyedik forintot szép kártyával költjük az utazásaink során. A külföldieket viszont továbbra is ezekkel a promókkal csábítják a magyar szállodák. Ebbe a budapesti belvárosi szállodába viszont többnyire külföldiek jönnek, ezért itt például ritkábban bukkan fel a szép kártya, de az éttermi szolgáltatásokért fizetnek vele. A szállodában többnyire külföldiek vannak. Az étteremben nagyon sok magyart várunk, rengeteg előrendelésünk van. Hévízen, Zalakaroson és Egerben több mint 90%-os a szállodák kihasználtsága. Amíg Budapesten a vendégek többsége külföldi, addig a vidéki nagyvárosokban a magyarok vannak többségben. Török Réka, Hír 24.